A legtöbben ismerjük a 10 parancsolatot. Leginkább úgy tekintünk rá, mint aféle jó tanácsokra. Ne ölj, ne lopj, tiszteld a szüleidet, stb. És ez csak az első 10. Összesen 613 parancsolat adatott az ókori Izraelnek, melyek a Biblia első 5 könyvében, héberül, a Tórában találhatóak. A Tóra szót általában úgy fordítjuk, hogy törvény, mert az összes törvény ebben az 5 könyvben van. De ahogy olvassuk, felmerülhet a kérdés, ezekből hányat kell betartanom, ugye nem mindet? Most akkor mi a célja a törvénynek? Hát a Tóra szót bonyolult lefordítani, mert bár a törvények is részét képezik, de a Tóra elsősorban egy történetet tár elénk, melyben Isten új népet hív életre, amelynek tagjai képesek szeretni Istent és egymást. Később pedig Jézus azt állította a Tóráról, hogy ez a történet benne fog beteljesedni. Menjünk végig a történeten, egészen a beteljesülésig. Jó, azzal kezdődik, hogy Isten megteremti az emberiséget, de fellázadnak, így Isten kiválasztja Ábrahámot, hogy a családján keresztül áldjon meg minden népet. Ám rabszolgaként végzik Egyiptomban, tehát Isten kiszabadítja őket. Majd a Sion hegyén szövetséget köt Izraellel. A törvények, amiket Mózes a népnek ad, ennek a megállapodásnak a feltételei. Egy részük rituálékat, szokásokat szabályoz, amik megkülönböztetik Izraelt a többi néptől. Egy másik részük a társadalmi igazságosság, az erkölcs kérdéseit taglalja, melyekkel Izrael megmutathatja a népeknek, hogy milyen Isten. Akkor a többi rész már csak a hátralévő törvényeket sorolja, amiket Mózes Izraelnek adott. Koránt sem. A Tóra hátralévő részében szimplán folytatódik a történet, és a 613 parancs csak egy kis ízelítő az eredeti megállapodásból. Ezek szándékosan lettek a történet lényeges pontjaira helyezve. Ha figyelsz, kirajzolódik egy minta. Mózes átadja az első törvényeket. Ne imádj más istent, ne készíts bálványt. Majd a történet szerint Izrael pont ezeket a parancsokat szegi meg. Ja, egy aranyborjút imádnak. Szóval Mózes újabb törvényeket hoz, amiket újabb lázadások követnek. Újabb törvények, újabb lázadás, újabb törvények, újabb lázadás. Érted a lényeget? Igen, akármennyi törvényt kapnak, folyton megszegik őket. A Tóra történetének tanulságaként Mózes egy utolsó beszédet intéz az új hazájába tartó Izraelhez, valahogy így. Srácok, tudom, hogy soha nem fogjátok betartani Isten összes törvényét. Bebizonyítottátok, hogy képtelenek vagytok rá. Mózes szerint a szívük keménysége a baj. Ahhoz, hogy kövessék Isten törvényét, új átformált szívre lesz szükségük. És igaza van, a folytatásban Izrael totális bukását látjuk. Kánaánban az összes törvényt megszegik. Igen, na már most a következő szakasz a zsidó hagyományban a próféták 15 könyve, amik szintén visszautalnak a történetre. Például Ezékiel szerint, ha Izrael engedelmeskedni fog a törvénynek, az azért lesz, mert Isten lelke hús szívre cseréli kőszíveiket. Jeremiás azt mondja, hogy ezután az engedelmességet nem kötelességnek érzik majd, hanem mélyen a szívükbe lesz írva. Ézsaiásnál pedig a megígért vezetőről, Izrael messiásáról olvasunk, aki minden népet engedelmességre vezet. Nos, a zsidó hagyomány ezt az egész részt prófétáknak nevezi, még a történeti könyveket is, mert mind a próféták szemszögéből folytatják a történetet. Oké, tehát van a törvény és a próféták, melyek egy történetként beszélik el Isten vágyát, hogy az egész világot megáldja Izraelen keresztül, akiknek, mint kiderült, új szív kell. Igen, és Jézus az, aki folytatja ezt a történetet. Igazat ad a törvénynek és a prófétáknak, miszerint az ember szívéből jönnek elő az emberi természet legszörnyűbb jellemvonásai. Mintha a szív alapbeállítása lenne, hogy ellenkezzen Isten törvényével, de Jézus azért jött, hogy ezt helyrehozza, ahogy ő mondja, betöltse a törvényt. De mit ért az alatt, hogy betölti a törvényt? Először is kijelenti, hogy a tórabeli törvényeknek az úgynevezett nagy parancsolat betartásával lehet eleget tenni, azaz, ha szeretjük Istent és egymást. Ez könnyűnek tűnik, mármint mind szeretni akarunk, nem? Hát azt hisszük, hogy szeretni akarunk, Jézus viszont megmutatta, hogy a szeretet jóval többet követel tőlünk, mint képzelnénk. Idézi a ne ölj parancsot, mondván, hogy ja, nagyon kedves dolog nem megölni valakit, de azt is mondja, hogy úgy is megszeghetjük Isten parancsát, ha tiszteletlenek vagyunk, vagy neheztelünk valakire, mert ilyenkor is szeretetlenül járunk el. Jézus szerint az igazi szeretetnek ki kell terjednie még az ellenségeinkre is. Jézus rámutat arra, hogy bármennyire egyszerűnek tűnik, az emberi szív képtelen betartani még ezt az alapvető parancsot is, hogy szeressük egymást. Elég kiábrándító. Várj, mert bár Izrael nem, de Jézus beteljesítette a történetet. Képes volt igazán szeretni Istent és másokat, és megmutatta minden népnek, milyen valójában Isten.
megmutatta irgalmas és együttérző tetteivel, de leginkább azzal, hogy ellenségeit is szerette, mint halálig. Feltámadása után pedig megígérte követőinek, hogy elküldi Isten lelkét, aki átformálja szívüket, hogy ők is betölthessék a törvény célját, azaz szeressék Istent és egymást. Ez tehát a törvény és a proféták történetének beteljesedése. Pál apostol szavaival élve, aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt.